Na hát, szevasztok, szevasztok gyerekek, hát kaptam egy Steam kulcsot ettől a csodálatos elképesztő játékvállalattól, vagy hát személytől, egyéntől, teljesen mindegy, a lényeg az igazából, hogy kaptam egy Steam kulcsot, hogy játsszak velem, mutassam be a játékot, nézzünk rá, hogy mi a helyzet igazából, és hát most ezt fogom megtenni. Estate Agent Simulator a játéknak a neve. Ez igazából kb. Olyasminek kell elképzelni, mint bármelyik random simulator játék, tehát mint a Gas Station Simulator, vagy mint a Shopkeeper Simulator, stb. Stb. Elmegyünk, megnézzük, aztán meg értékeljük, hogy milyen lett a játék. Early Access, szóval nem kell legtöbbet várni még tőle, azonban azért hát... 15 euró környékén van, szóval hát azért nem a legolcsóbb indie játék, amivel játszottam, nem a legolcsóbb szimulátor, de nem baj, nézzük meg. Normál nehézség. Legyen normál nehézség, nem tudom mi az, hogy napi ciklus. Fogalmam sincs. Ó, mi? Mi a... Én, amúgy őszintén én Sándorral akarok lenni. Ja, Istenem. De hogy szerintem Sándor a legjobb opciónk. Miért magyar a neve egyébként meg mindegyiknek? Miért? De most komolyan. Tibor? Tibor hasonlít egy Tibor nevű ismerő. György Banja? Györgynek miért áll így a szeme? György, jól vagy? Oké. Nem tudom, hogy miért magyar a nevük, amúgy barom vicces. Hát leszünk Sándorra, amit szóltok hozzá. Neki nem a legtöbb a pénze, viszont a kereskedelmi képessége, nem tudom, hogy szintén az, hogy kereskedelmi, mondom a képessége, és a szerencséje az egész jó, szerintem arra szükségünk lesz, a sebessége is elég gyökér. Nincsen jól kibalanszolt karakter? Nincsen, mindegyiknek valamelyik vagy nagyon jó, vagy nagyon szar. Legyünk Sándorral. Sándor nekem tetszik. Úgy néz ki, mint valami szuper kilkos. Mik ezek az AI generált karakterek egyébként meg? Válassza ki a feleségem, ja, hogy feleségem legyen. Őszinte leszek, Gréta úgy néz ki, mint valami pornószínész, szóval lehet, hogy vele megyünk majd amúgy meg. Hát nem tudom. Nem tudom, to be honest. A barátnőmnek az a, hogy Eszter, szóval legyen Eszter a barátnőnk, jól van? Mit szóltak hozzá? Bár egyébként meg át tudtam volna írni a nevét, szóval tök mindegy. De nagyon viccesek ezek az AI generált karakterek. De hey, legalább van a magyarítás a játékban. Magyarítás, magyarosítás. Hogy kell ezt mondani? Melyiket kell használni egyébként? Sose tudtam. Jól van. Igazából a játéknak annyi a lényege, vagy hát igazából az ígérete számunkra, hogy hát... El kell adni házakat. Gondolom fel kell őket újítani, mint a renovációs szimulátor. Nem tudom, van egy másik erre hajazó játék is egyébként. Ahhoz is megpróbálok Steam kulcsot kunyarálni, hát ha sikerül, de nem hiszem, hogy lesz értelme, hogyha ugyanaz lesz végül is a játék. De renoválni kell ott házakat, itt meg gondolom megvenni, flippelgetni, fogalmam nincsen, hogy meddig fog még tölteni. Én várom. Én nagyon várom egyébként meg, hogy betöltsünk még a héten. Hát az optimalizáció nincsen a csúcs magaslatán, amúgy meg vagy a csúcsán a dolgoknak. Hopp! Hallottam valami. Hopp! Hello? Oké. Okay. Tutoriál! Nyisd ki a bőröndöt! Oh shit, rossz helyen van a pofám. Várjátok, a rakom magamat. Így. Oké. Okay. Jó. Most. Szóval... Tutoriál, nyisd ki a bőröndöt és vedd el a pénzt. Ez nagyon mafiózó tutoriál amúgy meg eddig. Oha, KP, rendben, nagyon király. Egy bank, itt van a csajom, nézzé. De mekkora tőgyeket raktak egyébként meg minden karakternek, azt imádom. Bal felül vannak gondolom a családi állapotom, hogy mennyi házam van. Meg az, hogy milyen éhes vagyok. Miért kell enni ebben a játékban? Na mindig majd meglátom. Nyomjunk a tab gombot és nyissa meg és zárja be a leltárt. Oh shit, van Gurber Kingünk, van Don... Kola. Ez Istenem. Ó, imádom már most ezt a játékot. Pali, karakter... Nem tudom eldönteni amúgy meg, hogy németek csinálták a játékot. Szerintem németek csinálták a játékot egyébként, de majd utána nézek. Dick, hello nő, bocs, csinálj a dolgaidat. Lecsekkolom majd mi, hogy olyan nevű egyébként, mint az AI generált kép. Oké, a Gurber King azt gondolom Burger King akar lenni, csak hát el kell kerülni itt a dolgokat. Amúgy nem olyan rossz a karaktermodell, lábam nincsen. Nem néz ki olyan rosszul a karaktermodell, kicsit amúgy meg furcsa, hogy ott nincs egy romány, ott meg van, de egyébként...
Egyébként hát jó, jó, egyébként nem rossz, nem rossz, oké. Okay. Na nézzünk. Igen. Nyomj meg az M gombot, hogy megnyiss és bezárja a térképet. M. Ó, itt a tér. Ó, shit, mi ez? Itt van az otthonom, az irodám. Ez nem tudom mi, hogy ilyen napok. Lovakboltja. Kaszinó. Menjünk csak el a kaszinóba. Hogy nézzem meg. Amúgy a karakter modellek nem néznek ki annyira hülye. Ezt tudom majd használni? Most nekem csak. Nyomjunk az Y gombot a képzettség képernyő megnyitáshoz és bezárásához. Amúgy nekem nagyon tetszik, hogy van magyarosítás a játékhoz, annak ellenére egyébként, meg hogy nagyon early access még. Most már vásárolsz földet, amire házakat építhetsz. Szuper. Menj a városban lévő üres telekekhez és vedd meg őket, amíg olcsók, majd építs rá házakat. Oksa, oksa. Ez mi? Menj a megállóba és utazz bárhová. Tehát tudom, hogy mi, nem arról van szó, csak hogy így... Ha? Van egy tablet? Jó! Items info. Hát igen, azért még kell majd dolgozni rajta, de nem baj. A megállóba kell, hogy menjek. Hát nézzek már szét a házamba. Ami nagyon... Bocsi, vagyok bár a feleségem, szóval annyira nem érdekel, de hogy én nagyon meglepődtem, hello. Azért lesztalkolom a nőt, mit csinálsz? Ja, most ő mosogat. Hát igen, az AI nem a legkreatívabb egyébként, meg ezekkel a cselekedetekkel, gondolom ez még nincsen megcsinálva. Szuper. Hát amúgy, ha ilyen egyszerűen mosogatni, adnám. Ez a ház egyébként ahhoz képest, hogy tehát ezekkel foglalkozunk, hogy házakat adunk el, hogy azért megélhessünk, nem a legkreatívabb házikó. Na, ott a busz megálló. A futásnak borzasztó hangja van. Kávé király, csak 20 dolláros kávé? Mennyi? Szálljon fel a buszra. Menjünk el a kaszinóba, van egy ötletem. Van egy ötletem. Üdvözöljük, szevasz. Nyom meg és tartsd le, nyom a Q gombot, kérjük a jelzőjének. Igen, mennyit, jó. Van garázstáj, szivacs, rovarírtó, ecset, szia. Szevasz. Házak keresése. Ó, a házak között van ilyen estate agent. Keressen házakat a városban, ingatlan ügyöket keresve, ingatlan ügynököt keresve, beszéljen a tulajdonosokkal és szerezze meg a bérleti jogot egy hónapra, néhány ház eladó. Ó, bérleti jogot kell szereznem. Ó, értem. Szóval van olyan ház, ami eladó, meg van olyan, ami nem. Te vagy az egyik, igen, ő kaszi tulajdonos. Ó, ő nagybátyánk! Hogy vagy? Mi van? Amúgy nagyon rapid, de tesó, milyen festés van ezen a kocsin? Ne haragudjál már, de... Meg tudom venni a kocsikádat? Mennyibe kerül a kocsid? Nagy embernek kell lenned, anyádat nem tudom megvenni. Na még egyszer! Na! Walter, rohadjál meg. Sziasztok! Dék, hova jöttem? Ott a csávó sír a sorokban, itt meg táncolnak a ribancok egyébként, mert nagyon élem ezt a játékot eddig. Nem tudom mit fog egyébként, de hagy fogja, gondolom a térdét akarja. Nyomjad! Nyomjad! Azaz! Nagyon jó, nagyon jó, nagyon adom ezt a játékot egyébként. Na most hallani, hogy lenne green screen, akkor tudnám nézni ugyebár IRL is. Szóval... Van itt cigár, minden van itten. Rulett asztal azonnal. Na szól akkor. Hol látom, hogy mennyit raktam fel? Én a pirosra szeretnék. Miért csak a hatos mutatja? Nem tudom, hogy mennyit rakok fel, Pali. Várjál, figyelj! Elkaszinózzuk a legelső napon az összes pénzünket! Oké, és akkor... Ja nem, így tudom felrakni a pénzemet, jó? Oké, hát ha nem jön be, max újraindítjuk a játékot igazából, de go big or go home, én úgy tanultam. Semmi baj. Ez mennyi? Az a baj, nem látom, mennyit rakok fel. Ez egy kicsit aggaszt engem. Na piros! 10 000 a piroson, bassza meg! Menjünk! Gyerünk! Gyerünk, ha fekete lesz, kinyírom magamat. Gyerünk. Ott van! Nagyon jó. Na, majdnem megdupláztam a pénzemet. Hogy sír, nézd be. Aha, szarügy, mi? Szarügy.
Jó van. Szavasz nő, hallod? Nyerőgép, igen. Jó van, jó van, jó van. Szereztem 20 000 dollárt köbben ezzel az akciómmal. Nagyon adom. Mit kell csinálni? Neighborhood, oké, itt van a lovagboltja. Camdell Town, Soho, Notting Hill. Hova menjünk, srácok? Itt a kasszi, itt van az otthon irodám. Menjünk, menjünk ilyen közep, Shoreditch. Menjünk Notting Hillbe, nem? Az az olyan közepes árban szerintem. Szerintem, gondolom, akkor ott a lakhatás is ilyen közepes. Kutyi! Hello, doggy! Ehhez tehetség kell. Mi az, hogy tehetség kell az, hogy megsimogassak egy kutyát, tesó? Hallod? Mi a fasz? 10 000 dollár. Ádám, ha meg akarja vásárolni házam, bérleti jogát, bérleti jog. Nem, hát nem kell. Ingatlan bútorozott, de ez csak a bérleti jog, az csak legyen 100. Nem fogadja el? Ó, akkor kap be. A bérleti jog az nem az, hogy csak egy hónapra, hónapra kibérelem, nem? Vagy hogy ott is egy pucérember van? De figyelj már amúgy meg, ezek a ingatlan ügynökök mind pucérak, tesó. Bútorozott, nem, ingatlan típus a lakás. Távol van az iskolától. Nem, 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 köszönöm. Nekem olyan kell, az iskola mellett van, hogy eladjam ezeknek a nokedliknek, sulisoknak. Szevaszt, vedd, mizu van. Szia, Roland! Hogy mennek a dolgok? Rendben van minden. Most gyertem 10 000-et a kasziban, tesó! Jó van, szevasz. Na, itt van a nagymama. Hello, szia, szia! Ön jó ingatlan ügynök. Remélem megegyezünk az ár egy hónapra. Egy hónapra? Na, bro! Amúgy majdnem rám nyomtam arra, hogy megveszem. Itt nincs semmi. Ott van valami? Bajnai utca. Mi magyarok a utcanevek is. Itt nincs senki. Nem tetszik ez nekem egyébként. Itt van egy üres telek. Nekem kocsi kéne, amely nagyon idegesít ez. 20 000 dolcsi a telek. Oké. Semmi. Palim, az iskola hol van? Engem az érdekelne egyébként, és akkor tudnánk mihez hasonlítani. Ott is egy mesztelen ember. Miért vannak mesztelen emberek az utcán mindenhol? Zita, szia Zita! Most látok először? Mi a helyzet a városban? Felfedezzük együtt! Éj, jó! Szevasz! Szeretnék egy ingatlan ügynököt felvenni erre a házra, az ár egy hónapra. Húzd már a picsába, hát nem hiszem el, nekem nem egy hónapra kell, nekem eladó kell. Én sajátot akarok. Szevasz! Bérleti jogát. De megint a bérleti jog az mit jelent? Az az, hogy egy hónapra? Na mindegy, elmegyünk inkább, visszamegyünk a kaszinóba fel. Figyelj, van egy ötletem. Oké, srácok. Van egy ötletem. Mik automata. Hol tudok venni? Kérjek egy fánkot. Oké. Szóval nekem van egy ötletem most. Az ötletem az az, hogy felrakunk mindent a kasziban. Pirosra megint. Nekem bejött ez a piros. Szerettem a pármos feketét érzek inkább. Legyen... Én most feketét érzek inkább. Felrakunk mindent a feketére. Aztán meg, ha bejön, akkor megveszük az összes retkes telket, ami létezik. Hogyha meg nem jön be, akkor pedig újraindítjuk a játékot. Oppá, oppá, az nem akartam arra is rakni. Menj haza és aludj. Nekem te ne parancsolgass se. Én azt csinálok, amit szeretnék. Egy felnőtt ember vagyok. Önálló döntéseket hozzak, lehetőleg jókat is. Nem tudom, mi itt a probléma. Kéne valami autoklikker ebbe, mert egyébként meg kezd elfáradni az ujjam. Semmi baj. Gyerünk. Jó, oké. Gyerünk, gyerünk. 30 000 a feketén. Léci. Gyerünk. Ha nem fekete lesz, megölöm magam. Ingém. Ennyi. Egy pali, kész. GG. Easy. Úri Istenem, de jó vagyok! Egy nap alatt majdnem megtripláztam a pénzem, már 80 000-en van, tesó. Menjek haza aludni. Megyek, hazamegyek, és alszok egyet.
Jézusom! Mi van itt egy ilyen temetett kocsi? Haló? RIP. Oké. Estate agent. Hol lakom? Hol? Ja, itt lakom. Itt majd körbenézek egyébként. Várj, nekem van egy kocsim? Nem baj, alszunk egyet, azt majd megnézzük holnap. Becsukom inkább, nehogy betörjenek itt. Haló? Ez megint tusol? Szia! Tudok valamit, actiont itt tudok generálni? Most itt amúgy meg a... Na, jó van már na... Fárasztó volt a napod? Nagyon elfáradtam, hallod? Nagyon fárasztó nap volt. Szívesen segítek? Van valami a fejemben. Gyerek! Különleges éjszaka, szexeljünk! Belement! Jó! Ez nagyon démon játék. Eddig még nem csináltam semmit, csak szexeltem, meg kaszinóztam. Nagyon adom. És egy kifeküdt, figyeld a... Aha! Éj! Hallod? Mi befingott? Öcsém. Oké. Szóval, money loss minusz 44 ezer, az nem tudom hogy. 120 ezeret kerestem a legelső napon, megint befingott az izénő, hallod? Mi a fasz? Oké. Hát 6000 a dollár adó, ami renget. Mi? Micsoda? Ó, a picsába, miért van itt egy gyerek? Mit, ez hogy kerül ide? De ne fingjál már! Adja meg a nevét! Ó, a faszomat! A kurva életben nem akartam gyereket! Várjál, legyen morzsi! Jó van. Ne fingod azzal már rák a szívedet! A rohadt életbe! Na mindegy, jó lesz ez majd valahogy. De figyelj már, hogy csináltuk mi azt oda fel? Jó, intézkedjé, én nem foglalkozok azzal a kurva gyerekkel. Na itt a farm, nézzünk el a farm. Egy kocsit tudok vezetni. Itemek hordozása. Ó. Ó, igen. Actually igen. Ide be tudok rakni dolgokat. Gondolom majd. És akkor... Királyság. Na milyen a vezetés a játékban? Jézus, Atya Úristenem. Hát... Volt már jobb, én azt mondom inkább. Hoppá. Hellóka, mi a farmháza, mit árulnak? Árpád. Mit tudsz adni nekem, árpád? Semmi érdekes. Jó, házat akarok venni. Maradjunk annyiban. Szeretnék házakat venni először. Belemenjek abba a kocsiba? Egy tudok lopni kocsikat? Tudok, GTA-t csinálok ebből a játékból, Pali. Benzinkút. Aha. Jó van. Jó, mindegy, itt tegyem a kocsit, aztán meg elbuszozunk, mert az gyorsabb. Szóval... menjünk Sohóba. Sohó olyan drága helynek tűnik, lehet tudunk venni valami értelmes kis telket esetleg. Lehet tévedtem, mert nincs itt a világon semmi. És akkor, ha van valami iskola közelben, akkor tök jó. Realtorban... Szevasz! Húha! A várostól távol van, akkor ez nekem nem kell. Akkor én nem megyek a picsába. Hát a csávon ami 50 ezeret akart kérni, hallod? Pali, normális? Vagy nekem nincs ilyen kind of pénzem. Itt egy automata bank. Üdvözöljük, kredit. Hitel, nem kell hitel. Kifizetések. Törlesztő részleteinek vége, hitelképesség. Oké. Menjünk Sord is, bazza legolcsóbb hely. Szerintem ott kell kezdenünk. Master of Lawyers. Királyság. Stop tábla. Dogó. Ott van egy mesztelen néni, annál megnézzük, hogy mennyibe kerül a ház. Szia! 43 ezer távol van mindentől, nem is bútorozott, húzd már rákomba, nem hiszem el. Az játék direkt szivatt engem egyébként meg? Ott van még egy néni. Szia! De minden távol van attól a szájba tekert tiszt... Fúhá! Andrássy út. Piszkos. Komolyan mondom, ideges leszek itt a végén, Pali.
Ha el tudom magam ütetni a kocsival? Ó, oh, hát ez egy nem. ez egy nem. Oké, okay, Camden Town, emelj Camden Townba. Mert az csak a város közelében van, hogy az a neve, hogy Town, nem Pali? Mert remélem. Valami hasznos épületet szeretnék, mert távol, geci, hát nem hiszem el. Piszkos. Jó, mindig megveszik, ez a legolcsóbb. Alkudozzunk, adok neki 9000-et. Na? 9K! Ott van! Első megvásárolt házunk, srácok. Tiszta dzsuva, tiszta retek, várja. Dirty value. Fúj, de undorító. Hát ez mi a picsa? Várjál már. Rovarírtó. Húzzatok innen! Pusztuljatok! Ja, és akkor így megy fel a bérleti értéke a háznak. Aha, értem. Szivacs. Na most ugye 9000 évet nem, szóval az valahogy vissza kell majd hoznom előbb vagy utóbb, ami eléggé kellemetlen. Nem tudom, ki okádott a falra. Jó, már csak 21%-ban van retek. Amúgy ilyen a mi házunk is, szerintem, hogy körülbelül. Vagy nem itt, ott, de nem, na jó, mondja, lehet. Oké, kuka, narancs, képességpontot szereztem. Királyság, itt egy nem létező ajtó. Ez nem tudom, mi a tököm akar lenni. Milyen ház ez ember amúgy meg? Retkes a fal. Hagy kusszan fentebb a bérleti érték, mert nagyon csóróságban. Most született egy gyerekem egy éjszaka alatt, értetted, hogy... Ó, Jack Daniels, nagyon jó, adom. Oké. Okay. Fullos a kecó. Most hogy kell berendezni? Mi, tehát, hogy... tehát, hogy... Tablet. Mhm. Uh-huh. Otthoni információk. Házszám 27. Könnyek Camden Town. Nem bérlett. Nem bérelt. Hát, a napok száma háztalában most történik. Oké, okay, oké. Okay. 30... még egyszer? Hátlében napok száma háztulajdonosának történő átadásig. Hogy mi a fasz bajod van? A tulajnak át kell adnom 31 napon belül a házat. Oké. Okay. Mi ez? Kriptopiac? Kiki. Árak. Ezzel. Hát ugye veszek Dogecoint most azonnal. Hogy kell? Adjál jó sokat! Úgy-úgy, veszük a Dogecoint a rákba $25. Hát hülye vagy? Instant. Veszünk egy bitcoint is mindjárt, úgy. Veszünk pár kikit is. Jó, bevásároltunk. Ezek befektetések, ugye, megértitek. Na. Web. House. Mi ez? Ez az én épületem, ugye? Szobák száma. Napi bérleti érték. Na várjál. Nem tudom. Item! Oké, okay, nem. Mi a fasz, de drága? Nincs valami görgetőm, Palim? De haver, nem tudok valami. Itt egy tévé. Tehát nem tudok valami ezért csinálni? Valami bútorokat? Na itt vannak bútorok. Mit csinálják ezzel? Nem értem. Hogy tudok bútort venni? Web tisztítószer. Mi a faszom ez? Takarító cégek, Pali. Hallod, nagyon komoly. Jegyzőkönyv. Nem értem ezeket, őszinte leszek. Item info. Nem tudok görgetni, csak görgővel, ami nagyon érdekesít engem. És nincsen valami... Valami normális érték, ár, akármi. Nem értem, hogy kell venni izéket, mi a tökömeket. Most kijövök, igen. És most visszamegyek. Igen. És mit tudok most tenni annak érdekében, hogy berendezzem ezt a helyet. Ecset. Festékbolt. Aha. Undorítóan néz ki, ez mindegyik undorítóan néz ki. Na most vajon fentebb vagy az ára, vagy lentebb? Sem erre. Remek. Csak lefestettem. Nagyszerű. Ja, hogy az egészet lefestettem. Aha. Azt mondjuk adom egyébként. Vagy hogy kell enni, elfelejtettem. Ja, így. Adj egy fánkot.
Ne dobd el, baszki, kell, az meg, megeszem. Hogy kell? Ja, itt. Oké. Okay. Itt. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, fentebb ment. Na most a bajom nekem az, hogy nem tudom, hogy hogy kéne ezt berendezni, ugyebár. M. Na, hagyd nézzem. Itt van Camden Town, ott vagyok most. És itt van Shoreditch, igen. Á, értem, oké, okay, oké, okay, oké, okay. Szóval itt van az otthonunk. Jó, minden szerdán, ez nem tudom mi, Realtor Wanted. Hoppá, hova megyek én? Nem akarom pingelni. Házunk, házak kiadó, házunk nem kiadó. Ez mi ez az M betű? Nem tudom. Hol van? Hol van az iskola? Nem tudom, hol az iskola. Na mindegy. Figyelj, a lényeg az, hogy valami épület kéne nekem, ahol tudok eladni így dolgokat. Vagy venni dolgokat. Nem tudom, de mindegy. Figyelj, megfogom, megnyissuk a tabletünket, azt kiadjuk inkább ezt a szutykot. Nincs olyan motor, amit megvettetek volna. Oké. Okay. Akkor hogy kell kiadni? Otthon információ. Nem bérelt. Igen, de most én ki szeretném adni. Így van-e? Fényképeim. Ó, fotóznom kell. Ó, fuck. Dik még háttérképek. Jó, milyen, eddig még Dik milyen anima karakter, az kell nekem. Nagyon komoly! Na jó van, szóval... Tablet. Van kamera? Kamera, aha. Nem tudom bezárni azért, mindegy. Úgy a kis vakú. Jó. Hoppá. Bocsánat. Jó, úgy, úgy. E, azaz. Így, ide is. Azaz, nagyon jó. Nagyon akt képeket most innen bentről. Szép, tiszta, rendezett lakás. Budapest belvárosában. 300.000 forint havonta. Na szóval. Jól van. Otthon információk. Hol van? Mail? Nem. Háttér, piac, fényképeim. Hol a picsába kell? Mindig elfelejtem. Itt kép. Válaszom fényképet. Ez kell nekem. Egy ide, egy olyan. Cím Camden Town. Adja meg az árát. Napi bérleti érték. 1000. Hát figyelj, költség az 11.800. Én 9.000-ért vettem, azt hiszem. 1400-ért naponta, hogyha szerintem. Jó, az még olcsónak számít, akkor 1500. Oké. Okay. Kiadó. Hirdetés küldése. Azaz. És akkor most van egy aktív hirdetésem, bár amúgy lehet, hogy átírom, várjál csak. Átírom 1400-re először, nem leszek ilyen olyan izé, zsugari. Amúgy sincsen még egy forintom se, vagy értitek, na. Na, viszont a térkép. Realtor, ide is kell Realtor majd. Az én vagyok. Ebbe a házikóba valahol jól láttam, nem? Nem láttam jó. Rossz irányba jöttem, Pali, várjál már. Vagy azokban a házakba kell? Nem annyira vágom ezt a játékot. Menj az és aludj. Ó, rák a szívét. Lehetok hazabuszozunk, aztán megnyomunk egy alvást. Otthon iroda. Amúgy egész jó kis játék, az egyetlen probléma nekem az, hogy nem tudom, hogy kell bebútorozni egy házat. Arra majd mindjárt megpróbálok rájönni. Dik a buksi kutya. Ehhez tehetség kell, öcsém. Milyen hangos? Mi? Ki a rákon fingott be? És miért van itt a Half-Life-os faszi? Oké, nem akarok nézni semmit, exit, nem érdekel annyira. Megyek haza inkább. Te szaros. Fú, te. Fú, na jó van, hagyjál békén. Na majd az asszony téged felnevel, engem annyira nem érdekel. Alszunk egyet. Aztán megpróbálok rájönni, hogy... Kaptam egy értesítést? Minusz 14 ezer... Jaj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 
megvettem a dolgokat, ugyebár. Na, ne fingadozzál már, puja. Oké. Okay. Árverés nyitva. Hol van az árverés? Pali, várjál. Igen, hol az árverés? Itt minden szerdán, oda megyünk. Ó, mutatja a mappon, nagyon jó, ezt tetszik. A kocsit majd el kéne vinnem egyébként, mert szerintem a bútorokat majd azzal tudom szállítani. Itt a benzinkúta mit tudok csinálni? A kocsi... Annyira nem érdekelnek ezek a szuperautók. Storage Wars. Hülye, hagyjál már. Storage Wars. Hol tudok izélni?
venni valamit. Hol tudok venni valamit? Szerda van, tesó. Itt van a zárverés. Igen, és... kaptam egy e-mailt. Q... Tablet... E-mailek. Ma van raktárháború napja, meg kell látogatni. Hát itt vagyok, tesó, de nem értem, hogy hol kell, meg mit kell, érted? Vagy te veled kell beszélni? Igen, Ticketman. Adjál egyet. Megvettem egy raktárt, $100, Pali. Nézzük, mi van benne. Haladjál már izgulok. Ja nem, ez az, hogy egyetlen be tudjak lépni, az $100 volt, kap be. Én növelem. Én ezt meg akarom menni, egy piros dolog. Enyém. Nem, 3000. Rohadj meg, 3000, hát 400. Elkelt, megvettem, kapjátok be mindannyian. Még egy raktár. Oké. 700-at adok érte. 2000-et. Nem akartam ilyen kúrosokat. Na jó, edd meg. Nem, már nagyon sokba fog kerülni. Nagyon drága. Ó, persze. Én nem adok ennyit az éma. Vettem NPC konténert. NPC konténert. Na nézzük. Én 1003. 2000. Na? Há, nem annyit akartam. Bazd meg. Jó, hála Istennek, lebideltek. Jó, ezt nem akarom megvenni 4000-ért. Mi Jézusom? Ha lesz egy kék konténer, akkor megvesszük. Narancsárga, azt is szeretem, azt a szint is. 1003. 2000. Na adjad csak, megvesszük. Add ide. Én. Enyém, nem fog be te, a csávó a Squid Gamesből itt előttem. Add ide, 4006. Úgya. Konténer házhoz szállítva. Ezt már szeretem, mikor nem csicskázunk egymással. Na. Ja, hogy ide beraktam ugye a kocsimat, aztán most emiatt így kicsikéti problémák vannak. Szevasz, faszi. Hello, barátom. Szia, vadász. Én is vadászni akarok. Miért nem jött el a vadász idény? Akkor miért vagy itt? Te gyökér, geci. Ez mi? Horse Racing Room. Az micsoda? Ó, lehet fogadni? Miért ez a játék egy gambling game, komolyan mondom. Így. A kettesnek szurkolunk, a narancsárgának! Gyerünk! Nyom, gyerünk, menj! Gyerünk, mennyi! Nagyon nyomja! Nagyon megy! Úristenem! Mindenkit lehagyunk! Ott van! Első hely! Hallod, egy profi vagyok ebben a játék. 2000-et visszanyertem az egyik konténernek az árát, Pali, mit akarsz? Hát bújjál el! Na! Ez az én kicsi kocsim, bocsánat, biztos úr, ne haragudjon. Én már itt se vagyok. Be tudok menni? Ajajaj, biztos úr, ne, bocsánat. Jó. Na. Most vagyok, nem kell innen semmi. Itt van egy bolt, oda el szeretnék menni, kíváncsi vagyok, hogy mit árulnak. Remélem izéket amúgy meg. Mi ennek a neve? Ilyen... Igen, ezt akartam mondani, ilyen... Mi ennek a neve a kurva életbe? Dolgok, amiben le lehet ülni meg feküdni, a rák a szívem. Mi ez? Bútor! Hát nem hiszem el, nem tudom, hogy mi a neve. Oh, hello. Szia, Anna. Miért van ilyen tőgye mindegyik karakternek el egyébként? Meg itt meg úgy néz ki, mint valami drogos izé. Szeretnék új botrokat vásárolni. Oh yeah, baby. Oh yeah. Oké, okay, mindenféleképpen kell egy ilyen. Mindenféleképpen én szeretnék venni 2 darab ilyen széket. Oké. Okay. Egy asztalt akarok venni, csak nem tudom, milyen asztal legyen. Szeretnék egy tábla. Tábla, öcsém, érted? Egy, nem is tudom, milyen asztal legyen. Milyen asztalt szeretnénk?
Egy ilyen nagyon basic asztal jó lesz. Oké. Szék. Azért nem kellene ilyen fancy székek, dekoráció. Szeretnék egy ilyen standard kis lámpából, vagy háromat. Növények, azok jöhetnek, öcsém. Fotel. Hát ez nem tudom, olyan fotel, de nekem kell egy fotel, egy darab fotel. Valami nagyon-nagyon basic kéne amúgy meg. Hát nem tudom, hogy egyáltalán legyen fotelünk. Egy ilyen, egy darabos. Nem baj. Mindegy. Ágy, igen, ez nem ártana mondjuk. Egy kétszemélyes. Ez a legolcsóbb kétszemélyes, ezt megvesszük. Egyéb. Hát figyelj, Pali. Veszünk ilyet, ebből egy párat, kis kosár, gardróbot is veszünk. Mert érted, nem árt. Akkor veszünk, nem tudom, veszünk egy ilyen polcot, már az is jól jön. Hát a konyhában amúgy nem ártana ez, az a nagy helyzet van. Kávégép, meg ilyenek, ezek már nagyon drágák, tesó. Tábla, valami kis asztal, aha. Valami kis... Ez jó lesz. Meg veszünk rá egy laptopot szerintem, mit szóltok hozzá, és akkor mindjárt megvan, megmutatom, hogy lesz. Hát ilyen luxus cikkeket nem veszünk azért, 4000 dollár, mit tudom én. Veszünk egy darab laptopot, és akkor egyelőre így leszünk, jó, mit szóltok hozzá? Királyság. És ez most mind az enyém? Ne szórakozzál velem. Yuki House. Igen, jó. Yukihouse üzletbe vásárolhat. Jó, valahogy rájöttem. Igen, és most ilyenkor sell... Ja, itt el tudom adni a dolgokat. Hála Istennek, oké. Okay. És akkor most beletok... Nem akartam beleülni, bele akartam pakolni. Itt belepakolok. És akkor majd mindjárt az lesz, hogy megfogom, és berendezem a házamat, amit vettem. Vagy lehet veszek egy másikat. Nem tudom. Lehet veszek egy másikat így a város közelébe. Így a környéken mindjárt. Azt akkor majd megfogjuk, azt izéljük, beextrázzuk, beextrém dolgozzuk itten. A fasznak vettem ennyi mindent, azt hittem, hogy ilyen izébe rakja, ilyen nem tudom, zsákba rakja, aztán meg elviszem csak úgy. Nagyon sokat kötöttem ma is egyébként, de nem baj. Viszont a raktárokat majd megnézem a holnap, az most nem akarok azzal hülyéskedni, majd a másnap azzal kezdek. Ott a kaszinó, kedvenc helyünk. Úgy. Nagyon király. Amúgy lehetne erre egy gomb, hogy ne I1-esével rakosgassam meg, kurva unalmas. Haló? Itt a só nem fér be. Hát akkor titeket majd visszajövök, nem tudom, hogy... Na, szóval, hol vagyok? Most itt vagyok. Oké. Okay. Reál tor nem kell egyelőre még sem erre. Ott a kaszinó. Ez ilyen akármicsoda, ez nem tudom mi. De majd mindjárt elnézek. Ez itt mi. Arra is kíváncsi, hogy az ott micsoda. Architect office. Oh, értem. Nem akarsz, tudod, beszélgetni velem? Nem? Hát oké, okay, rendben, megbeszéltük akkor. Fegyverek vannak, az most annyira nem érdekel, őszinte leszek. Te mit árulsz, benzinkutas bácsi? Semmit, nagyon érdekes akkor. Veszek kaját egyébként, meg ezek kifogyni. Innen hülyeséget. Sör jöhet, úgy, azaz királyság. Szóval. Én el akarok utazni valahova ide. És ott megnézzük, mi a helyzet. Szétnézek, hogy tudok-e venni valami üres telket, mert akkor arra felhúznék egy saját épületet, és akkor az nem kéne majd, hogy visszaadjam a bácsiknak meg a néniknek. Az már az enyém lenne. És akkor azt úgy berendezném. Úgy. És akkor 10 per 10. El tudok ütni embereket? Hát nem, sajnos. Jó, ott egy üres telek, ott egy, nézzétek? Oké, okay, ott balra. Hopp. Aha. Álljál meg, úgy. Na, itt van az üres telek, 18, én ezt megveszem. Mi az, hogy ezt tehetségkel? Milyen tehetségkel hozzá, testvérem? Ne szórakozzál már velem, tablet. Ajaj. Ha?
Istenem, items info. Pali. De most... Nekem az idegesít egyébként meg. Aha, így folyamatosan megy amúgy, mert a kripto. De jó, geci, hogy a Dogecoin lement, mindegy, veszek még inkább akkor. Úgy elvettem egy kis Dogecoint. Na! Web. Vegyétek már meg ember! Tiszta meg minden, he! Rohadjatok ki. Menj haza és aludj. Nem. Na-na. Inkább akkor megfogom. Ezt még nem tudom megvenni, ezt nem tudom, egy kicsit irritáló amúgy meg. Aj, mindjárt körbenézünk. Szasz, kuty. Inkább elmegyek oda az én telkemre, amit megvettem. Ezt berendezem az épületet, aztán meg majd megnézzük, hogy mi a helyzet. Melyik az enyém? Ez. Lepingeltem, csak nem tudom, hogy hol van. Ez az enyém. Királyság. És akkor most tudok olyat csinálni, hogy nem szeretnék vezetni, köszönöm szépen. Nem szeretnék vezetni a rák a szívedet. Hogy akkor be tudom rendezni, ugye? És akkor most ér 1320-at. Jó. És akkor hát így berendezzük jó kis okosba. Aztán meg majd meglátjuk, hogy mi a további helyzet. No, nagyon adom, Pali, nagyon adom. Királyság. 20 darab bútort tudok belerakni. Hát ezt így szépen berendezzük, aztán meg majd következő házikorra rámegyünk szépen. Akarom, nem tudom, hogy akarom elrendezni, várja csak. Ezt szeretném. És akkor ide kipakolok. Így, valahogy. Úgy. Másik, egy izé szék. És akkor kell ide egy szék. Nagyon király. Hát egyik széket ott hagytam szedni, de hát ez van. Berakjuk ezt a növény cuccot ide azt a közepére. Nem éne. Kell ez. Szuper, és ezt bepattintom ide. Hogy legalább legyen értelme. Aha, lehet tőleg úgy, hogy amúgy meg ki is tudják nyitni az emberek, akik majd beköltöznek. Úgy, fasza. Kell egy ilyen éjjeli szekrény, azt majd mindjárt feldobom szerintem, vagy lehet nem. Ez ilyen raktárgenyó, ami itt van, ugye? Majd oda majd az éget rakok szerintem. Most megint háttal raktam le, nem jó. A raktárgenyóban szerintem ilyen polcokat rakok majd mindjárt. Jó, nem a legszebb ház lesz, de legalább az sajátom, oké? Okay. Igaz, hogy bérelve van, szóval nem is az enyém, de legalább... De legalább egy ház, oké? Okay? Tehát, hogy nem kell beszólni, meg ilyenek. Szép lesz, higgyétek el. Úgy, ja. Őhő, aha, nagyon adom, ott egy polc. Megy, kúszik fel az értéke egyébként, nagyon-nagyon durván. Ezt az izét, az asztalt, ezt fel akartam rakni ide. És akkor csinálok egy olyat, hogy ide. És egy nagyon epic gamer izé lesz, ilyen kis bunker lesz ott fent. Nézzem már ki valahogy, Pali. Jó, az első számú... Hát figyelj, ezt berakom ide a sarokba. Azban hagytam ott egy csomót, nagyon sokat hagytam ott. Nem, de... Ne szállj már bele! Más gombbal kéne kinyitni, mert ez engem nagyon irritál. Az is mondjuk egyesére kell vinni ezeket a szúnyogokat, az is irritál, de hát na. Na, és akkor ide. Így. Szuper. Szeretném a laptopot is. Úgy. Azt is felcipeljük. Nézd, Pali. Azt ilyen kis izét lehet dolgozni, meg nem tudom, Netflixet nézni, meg a tököm tudja. Aztán meg... Hát még egy növényt lepattintok. Ezt a nagyot. Nem tudom, hogy hova kéne mondjuk. Így legyen itt a sarkon, aztán meg jó van az ott. Fentebb visszük a zárát. A jó kis tabletemmel, otthon információk. X, web, ez. Egy balon 2000-re felvisszük a zárát. Vagy hát nem tudom, jó, legyen 2000-re. Úgy. Azt még a rendes olcsónak számít.
Hazamegyek, nem tudom, van itt egy buszmegálló, azt majd visszajövök ezért kicsit később. Most egyelőre nem áll szándékom van itt hülyéskedni ezzel. Kaja az, az van amúgy meg szerintem, szóval azzal nem hülyéskedek. Várjál. Hogy kell lenni? Mindig elfelejtem, várjál már. E, V, de tab, igen. Ha? De hogy figyelj már. Megvettem múltkor. Bazd meg, ez kiadja itt, én meg múltkor nem vettem el. Ó, elkezdettem egy csomó pénzt feleslegesen akkor. Fuck, mindegy. Megeszem már ezeket a retkeket. Mondjuk jól örülnék, hogyha olyan lenne, hogyha ráhúzom a karakteremre, akkor automatikusan csak megeszi. Na, hazamegyek. Alszunk egyet. Reggel megnézzük, mi van itt a izébe. Azokba. Mert vettem kettő ilyen kis dobozt, egy konténert. Most tovább rendezzük itt a dolgokat. Jó van, srácok? Na. A puját intézed, nő. Én meg itt fekszek egyet. Hónap meg megint megszexellek. Hát, ha nem jön baba megint, mert azért durva lenne. Vagy nem merem egyébként, meg az a baj, mert... Hát öcsém, jönnek itt a puják, csak rotyognak ki. Minusz 11 ezerbe jöttem ki a mai nap, megkeresett pénz 2005. Hát ez van, nem baj, túléljük szerintem. Menj már valamerre gyorsabban, légy szíves. Hopp, kaptunk egy üzenetet. Tablet. Mail. Az új autó elérhető a márka kereskedésben. Annyira nem érdekel, nekem az kellett volna, hogy izé. Valami rotyogós, kotyogós kis. És annak a neve. Vásárló. A konténer. Mor egy piano! Jó, mik vannak itt? Na majd mindjárt megnézem. Várjál, ott egy ilyen. Ez meg lehet nézni a tableten, nem? Piano. Items info. Igen. Na most ugye egyesével nem tudom, az a rohadtul nagy problémám. Ez a Google kereső item. Piano, nem. Van egy kis zongorám, hogy tök menő, csak nem tudom mennyibe kerül. Ne. Keresgéljünk. Hát görgetem, ha látom. De hát én nem találom. Ó, rák a szívedet. Hallod, valahol csak ott kell lenni annak a szutyoknak. 17 antik typewriter. Viking X. Viking Shield. Holy fuck, vannak ilyen antik dolgok, ezek nagyon értékesek. Piano. Ááá. 1700. Amúgy nem rossz, mert egyébként meg elég olcsón szereztem, azt hiszem, szóval I take it. Ott van itt a tévé is, azt hiszem. Na majd ezért eljövök kocsival. De először szeretném hát azt, hogy visszautazzak, ugye. Hova? Camden Townba? Azt hiszem itt voltam, remélem. Vagy nem, akkor meg kidobtam 10 dollárt. Aha, itt voltam, király. Oké, és vissza kell menni ide. 200 méter. Felveszem a maradék bútort, berendezem a kecót, aztán meg majd meglátjuk, mi a helyzet. Ezt nem tudom megvenni? Várj. Itt is van egy izé eladó. Tehetségkel. De miért nem tudok megvenni? Ez engem úgy írít, nem tudom megvenni. Akkor mesztelen emberek a kedvencém egyébként még mindig. Az mi? Ez milyen? Ez a bolt. Master of Lawyers. Ó. Ehhez is tehetség kell, de haver... Hát komolyan mondom, szájadba lépek. Várjál már, lerövidítjük az utat, jó van? Ó, bassza, meg nem tudtam, hogy ezen a bokron nem lehet átmenni. Bocsánatot szeretnék kérni. Akkor nem rövidítünk semmit se. Ó, igen, az... fuck, bocsi. Ne haragudj. Mondjuk, imagine ott a rendőr a háttérben egyébként, meg ne haragudjon, biztos úr. Tudom, mit csinálok. Esküszöm. Na. Visszajöttem a cuccaimért. De talass már egy picikét gyorsabban, haver. Ugye. Így. Felpakolunk. Király. Na, add már ide. Ez is a... és itt mennyi mindent vettem, most jövök rá. Ez is az enyém. Jó. Itt ezek nem az enyém már.
Ezek se. Itt valami. Nem, 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 jó. Jó, még valaki itten Porsche-val járkál, de jó megy. Hú, de kemény csávó vagy. Amúgy most nézem, hogy van benzin amúgy meg a játékban, szóval majd valamikor majd fel kell tankolni a kocsimat. Hát nem most, de nem baj. Ezt meglátogatjuk mi az, oké? Tehát nem tudom mi az, meg akarom nézni. Egyszerűen fogalmam nincs. És nem kaszizunk. Aha. Annyira lassan fékez egyébként meg. A space-szel gyorsabban fékezek majd. 100 000 dollár? Holy fuck! Ja, ez a motel gondolom, csak meg kell venni. Nincs pénzem, kap be. Neked nincs pénzed. Menjünk el... ide. Először ide. Én őszintén egyébként meg... Ez nem tudom miért villog az otthonom amúgy meg. Én őszintén amúgy meg engem egy incurka-pincurkát zavar az, hogy nem tudom, hogy... hogy megvegyem ugyebár ezeket az épületeket. Ez mi volt? Hoppá. Direkt volt. Milyen bolt volt itt? Mit tudom én. Mindegy, menjünk. Nem tudom megvenni ugyebár az épületeket, engem nagyon irritál. Vagy nem is az épületeket, bocsánat, hanem hogy mondjuk semmit sem tudok megvenni. De nem tudunk totál izéket vásárolni például. Hát lassítsál már gyorsabban, hát nem hiszem el. Bizú. 71 000 dollár! Nulla. Aha. Hát sorry. Na ez mocskosul sokba kerül, nekem nincs ilyen kind of pénzem. Na mindegy, menjünk el a otthonunkhoz, én azt mondom. És majd akkor ott akciózunk mindjárt. Itt lehet majd racsézni, de majd elnézek. Nagyon érdekes amúgy meg. Oh, fuck me. Ja, nyilván el van itt kerítve minden egyébként meg. Tesó, az előbb a bokorba belebugoltam, most meg a fán át tudok menni. Érdekes. Hol van a karakterem? Mindig olyan furcsa jelzi a karakteremet. Oh shit. Ennyi csak, papító. Szágudjá! Rum rum. Rákóczi út! Hát ezt tudom is, hogy hol van itt Szolnokon, hát. Oda kell mennem. Engem zavar, hogy nem tudom megvenni ezeket a telkeket, amik üresek úgy meg. Hopp, 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 bocsi, bocsi. Bocsi, bocsi, itt lakom, ne haragudj. Majd nem lakom itt, de hogy így majd egyszer így beköltözik valakim, akkor majd el tudom ezt mondani, szinte. Na! Ez kell le! Most azonnal. Ó, ugye? Ó, hú. Jó van, figyelj, így. Megfordítjuk egy picikét. Azaz, nagyon király. Meg szeretném tudálkozni. Ne, ne, menj, szállj ki! Még kell, ez a szék kell nekem. Úgy. Megfordítjuk ilyen 360-ba. Ami 180, de nem baj, nem érdekel. Akkor... ez a kis éjjeli szekrény genyót, ezt berakom oda fentre. Azaz, ideje. Valahogy nézzétek, valahogy így kéne, hogy valami normálisan is nézzen ki. Hát jó, azt telefelje lefele. Így jó, így jó. És... hagyd nézzem. Ember, szállj már ki a kocsiból, komolyan mondom. És... világításokat még beszerelem meg majd azokat, a szutykokat lerakom. Ide raktam kell egy világítást amúgy meg, mert ez valami borzasztóan sötét. És nekem nagyon zavar. Haló? Világítás fentre is rakok egy világítást. Hát érted azért, hát hogy néz már ki. Úgy oda. Ha lemegyek. A fotelt azt nem tudom, ledurrantom majd valahova. Gözöm sincs még, hogy hova. A raktárba ledurrancsom a fotelt? Vagy nagyon hülyén néz neki.
Hát figyelj, Pali, ilyen olvasószobának egyébként meg ez elmegy szerintem. Jó van. Meg egy ilyen kis kosárka is már, hogyha így itt vagyunk nagyon benne az actionbe. Azaz. 220 év felrakom a piacra, Palim. Hagyd nézzem. Otthon információi, fénykép, háttérképek. Szeretném ezt kitarálni. Úgy. És... hát a kamerával lefotózni ezeket a dolgokat itt. Azaz. Meg akkor már ezt is itt lefotózzuk, jó van? Így, nagyon patika, szuper. Szóval ezeket majd mindjárt megfogom, azt leváltom a... hogy kell? Hogy vagyunk, várjál csak. Nem, tablet. Mindig elfelejtem, nem otthon információ kell nekem. Web kell nekem. Web. Ezt megfogom, és kicserélem ezt erre. Ezt pedig kicserélem erre. És hát figyelj, 2000 helyett 2100-ért, jól van? Mocskosul olcsón adom el amúgy meg. Rohadt olcsón, vagy hát adom ki pontosabban. Szóval valaki, bár amúgy meg visszahozná simán a izé árát. Szóval szerintem egy 1900-ért mi legyen? Legyen egy 1009. Vagy, hát nem, az a mennyi nap alatt hozná vissza az árát? 1007-ért felrakjuk. Nagyon cringe-om, úgyhogy milyen olcsó. Aktív hirdetés. Ezt bezárom. Nagyon cringe, hogy milyen olcsó amúgy meg. Hát ennyiért, a hölgyek, bocsánat, nem érdekel. Titeket nagyon izé, gyönyörű vagy, what the fuck. Lehet flörtölni a karakterekkel? Hisz, ív, fiú. What the fuck. Nem rossz nap. Köszönöm, 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 ennyi volt. Oké. Okay. Fura. Mesztelen úriember, szia. 7000 adott csak ki ezt a szutykot? Hát hülye, hülye, menjél már a picsába. Nem, nem akarom megvenni, ezt nem, veszek egy kicsit drágábbat, és majd azt mindjárt betoningolom ezekből a konténerekből, amiket kaptam. Oksa, én nekem az a terv, hogy elmegyünk ide, az úgy minden közepén van, elég központi hely. Megpróbálom azt lealkudni, megvenni. Aztán meg a konténerek, amiket kaptam, azokból berendezni. És elég durván jó... eltűnt minden. Oké, okay, weird. Menjél csak. Megnézem, hogy meglátom. Jaj, nem, mert túl sötét van és ilyenkor... oh, fuck me. Igen. Nincsen valahol egy gyors... igen, mert este lett. Szóval ilyenkor mindenki elmegy a francba. Random. Jó. Ott egy busz megáll, hogy gyors hazamegyek. Hazamegyek és aztán pedig megpróbálok tovább alkudni. Automat. Szálljon fel a buszra. Iroda. Oké. Okay. Elmegyünk az irodába. A laptopon megtudom, hogy tudok-e valamit böngészni. Viszont venni szeretnék ezt, azt, mert amúgy meg attól tartok, hogy ma kezd el kifogyni majd megint. Ez mi? Ja, ez rotyogott itt nekem a légkondi. Nagyon komoly, Pali. Hol az asszony? Haló? Nőm? Merre? Ne, maradjál. Szevasz. Dolgom van, beszélhetnénk később? Mit csinálsz? Dolgozom, mit akarsz? Há, Istenem. Van egy kis pénzem, tudok adni neked 2000 dollárt? Köszönöm szépen. Tudom, hogy dolgod van, de nem érdekel. Mikor végzek? Mikor végzel? Semmi, később, később, most hagyjál békén, akkor dolgozzál csak, dolgozzál csak. Én azt most végzett! Há, Istenem, Pali, mindegy. Nyilván egyébként meg. Oké, okay, kerestem ma annyit igazából, amennyit kunyeráltam az asszonytól. Na, ezt már szerettem. Ó, felnőtt a gyerek, szevasz. Szia, apa. Szia, fiam. Szia, hogy vagy? Jól, és te? Jól, szia. Szia, apa. Szia. Szia, mit csinálsz? Unatkozom ebben a házban. Vigyázz anyádra. Egy kicsit. Ó. Unatkozik a gyerek. Hát akkor szerintem... dusolsz? Oké, okay, elég érdekes.
Szerintem, de nem értem, hogy mi az, hogy unatkozik ebben a házban, Palim. De elmegyek, mindjárt veszek neki valami játékot, kinyitom inkább másik konténert és megnézni, mi a helyzet benne. Aha. Hát elég proli, amúgy meg. Bár ez 3000 tér, várjál már, hát visszahozta az árát csak a izé. Ez mi? Ó, shit, egyébként elég durran visszahozta itt az árát. Oké, okay, oké, okay, nem rossz, nem rossz, nem rossz, megtartjuk, megtartjuk. Itt ezt ki tudom nyitni? Nem, be tudok menni? Nem, oké, okay, mindegy, akkor. Nyitott a verseny, de milyen verseny? Ja, itt! El tudunk menni versenyezni? Racsézzunk, én azt mondom akkor majd. Ez mi? Szóval az bátyja. Miben segítetek? Átalakítani az autómat. Parkol az autó területen. Ah, hát ez most nincs itt, ezen egy helyzet van. Estate agent. Ó, ez mi? What? Ó. Ó. Ez 1700-ért egy ház. Ó, ki akarja bérelni a Soho-ho, akkor ide kell jönni, hogy az embereknek kiadjam. Fuck! Add ide a kulcsot gyorsan. Abban a másodpercben, mamító. Várjál már, ez mi a picsa? Trash, kuka. Fém, műanyag. Ez műanyag. Úgy. Ja, hogy nekem kell, ez az én izém, irodám. Ó, fuck. Jó, hülye vagyok. Ez üveg. Üvegdoboz. Úgy. Na. Bérej, bérej házat. Értek mindent. Hirdeti házakat tableten naponta gyűjtsd be a bérleti díjakat, beszéljen a miniatűről érkező ügyfelekkel, akik bérbe adják a házat. Értem, 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 most már értem, fuck, hát nem tudtam, hogy hogy van. Újság, tehetségkel, számítógép. Ó, oh, shit, irodai tervezés, nézzétek csak. Belső nézet, bútorok. Ó, oh, de menő! Holy fuck. Oké, okay, hát ezt majd kicsit később. A falat azt nem tudom, valami szebb színre, mert ezek undorított összes. Bár... mindegyik szar, mindegy. Fényképeim, kriptopiac, otthoninformációk, bérelt. Igen, oké, okay, hagyd nézzem, nem tudom begyűjteni a... otthoninformációk, kripto... ranglista. Ez mi? Legjobb játékosok. Ó, van ranglista! De jó! Sokadik vagyok csak, mindegy. Web. Bérelt, igen, és mikor, hogy tudom a pénzbe szedni? Hát nem így. Mail. Hogy tudom beszedni a pénzt amúgy meg? Items info, tesó. Ha? Mail. Hogy tudom beszedni a pénzt? Engem a pénz érdekel. Otthon pénz? Nincs pénz? Fizetetlen bérleti díjek szóval nulla. Oké. Okay. Jó, mindegy akkor. Ranglista, kriptopiac, igen, most ezek nem kellenek. Itt van a feleség. Hát elég csúnyán néz ki most ez a kis izém. Könyvelő. Fuck, van könyvelő. Ennyivel csökken az adója. Hát most egyelőre az adóm nem olyan vészes, szóval ezt szeretném békén hagyni. Majd a legdrágábbat akarom amúgy is megvenni. Jó, nagyon adom amúgy. Nagyon, jó, ez játék egy vélben tetszik egyébként meg. Gyors enni kell. Ez a kaja része, ezt nem igazán értem, hogy minek kellett berakni, de egy szimulátor, aztán meg ez a szimulátor résznek egy fontos összetevője. Itt van a én kis traktorom, oda szeretnék eljutni, és hogy hogyan, azt nem tudom, Nottingham Hillbe kell mennem. Elszállok gyorsan WC-re, arra ugyanak a VOD nézők, de majd órá étülök, és már lenyeltem egy fél liter vizet lassan. Pillanat és jövök, mindjárt. Addig, ne haragudjatok.
Jöttem, siettem, ahogy csak tudtam. Oksa, nézzük mi a helyzet. Szóval, ma a verseny nyitott. Nagyon király, annyira nem érdekel, őszinte leszek, de hol van a kocsim? Ott. Szóval elmegyek a kocsimért, és utána pedig ide szeretnék menni, megvásárolni, vagy megnézni legalább azt a házat, hogy milyen helyzet vele. Ami ez is egész szép ház, mert ezt is megcsekkolom. Vagy melyik az az épület, amelyik a legközelebb van? Ez, oké, hát akkor ja, oda megyek, menjél csak. Megnézzük, hogy milyen helyzet itt. Rákócin. Na, ez két, ez egész nagy ház, lehet, hogy ez a baj, hogy mi lesznek egyébként, ki tudjam fizetni. Szóval azt, hát ez nagyon drága. Áj, ez nagyon drága, ez nagyon drága. Háj. Megijeszt az ár, egy 30 ezre tudok adni, érte, tesó. Nem lehet? Nem. Akkor bocsi. Nem, nagyon drága, de annyi pénzem összesen van, tesó. Hát akkor ezt, ami itt van mögöttünk, nézzük meg, jó? Buda hangos. Bocsi, srácok. Ajajaj, kicsit életveszélyesen vezetek, tudom. Nincs meg a jogsim még, ne arra gudjatok. Na! Szevasz, faszim! Távol van mindentől, 20 000-be kerül 200 négyzetméter. Hát ez túl magas, tesó. Megnézhetem egyébként meg? De nagyon ratyi egyébként ez a ház, hülye vagy, én ezt nem veszem meg. Hát senki nem akarna ide beköltözni. Akkor már inkább eljök. Ú, de kemény csávó vagy, szevasz. Szevasz, Mark. Legfrissebb hírek a városban. Most mindenki most kötözött be a városba egyébként, azt észrevettem. Oké, ez megint nagy ház, nem tudom, hogy össze fog-e jönni. 41 000, na, drága. Na, ez túl magas, ne haragudj. Ez is nagyon drága lesz valószínűleg. Fuck, miért vannak itt ilyen drága házak, Pali? 16 000! Hülye vagy? Ha lehet, megveszem akkor, várjál csak. Nagyon, nagyon leprásan néz ki amúgy, de szerintem ezt amúgy meg tudom üzemelni rendesbe. Szerintem ezt meg tudom oldani, hogy jól nézzen ki, várjál, faszi. Akkor ezt megcsináljuk, mit szóltok hozzá? Figyelj, mi lenne, ha alkudnánk egy picikét, egy 10 000-re? Egy 10-es? Nem. 11. Na? Mi? Ha csak nincs magas a vajat, elmehetsz. Oh, Istenem, 12? Na? Általában nem akarok többet adni. Azért nem ér olyan fú, de sokat ez a ház, tesó. 13 600 az utolsó ajánlatom. 13 600 utolsó ajánlatom, ha ez nem kell, kap be. Ott van, megvan. Megszereztük, miért van egy mesztelen nő egyébként, na mindegy. Megvan. Nagyon adom. Megvettük, mert mindkét akarítom amúgy meg. Csak verseny ma nyitva van, de meg el akarok menni. És gyorsan kell cselekednem. Szóval ide leszeretnék gyorsan pakolni mindent, amit csak tudok. Úgy. Mindezt a pár növényt egyébként meg, de nem érdekel. Csak ne legyen itt a izében. Hoppá. Ne legyen a platónak a... Hát a platón igazából. Oké. Okay. Azért nem akarom ide az út közepére. Jó. Na. Elhúztam, megyek a versenyre gyorsan, megnézem, hogy az milyen. Kíváncsi vagyok rá. Brum brum. Aha. Mekkora farolás, tesó. Elmegyünk oda. Aztán majd berendezzük ezt a kecót, amit vásároltunk, jó van? Na, mondjuk itt is be tudok menni szerintem. What the fuck? Te vagy az egyik újonc, aki szeretne velem versenyezni? Aha. $10 000 a verseny? Fuck off! Ez nagyon drága. Nincs nekem annyim. Amúgy majd aztán el kéne mennem benzinkútra. Hol van? Erre. Májá, már komoly driftet tolunk itt. Azt megyünk benzinkutazni. Feltankoljuk a Vernát. Aha, azt most mi van?
Maxra tesó. Fullosra töltsed. Közbátyja. Na, most pedig hazaugrunk. Azt megnézzük, mi a helyzó. És majd elhozzuk onnan a cuccokat, oksa? Hát az ilyen a zongora, meg az ilyen hülyeségeket elhozzuk. Nagyon gyors az a kocsi egyébként meg, Pali. Jó. Mint egy taxi, mondjuk annyira nem érdekel. Oké, királyság. Felpakolok. Aztán majd mindjárt itt beakciózzuk. Hát figyelj, egy fullos bútorkészüléket kaptam ide, mit akarsz. Számasztó PC. Asztalocska, izé, zongora, minden hülyeség van itt, Palim. Nagyon adom. És ezt nem szállítják el egyébként meg? Hát gondolom majd eltűnik, mert most kipakoltam úgyis belőle. Menj az és aludj. Annyira nem érdekel most ez az alvás dolog per pillanat engem. Egyelőre azt akarom csinálni, hogy bepakolok mindent, amit csak tudok ide. Ebben is van egy fullos számító? Nem, ebben csak egy tévé van, vagy egy monitor, nem tudom mi ez. Aztán... Hát alud, mennyi fél még bele? Jó, már nyilván, amint megszólaltam. Oké. És hol vettem? Ezt vettem most meg. Be akarom bútorozni. Hú, de hangos, baszki. Nem baj, megfordulunk. Oké. Bebútoroztatjuk. Aztán majd meglátjuk, mi a helyzet. Nem fogom még kiadni. Vagy hát felrakom nyilván. Szóval meglátom itt, hogy megynek az anyagiak. Jó, ó, bazd meg, mondjuk ki is kell takarítani, az igen, az elfelejtettem. Ajár, rovar írta, oh, human. Majd van egy garázsnyitó, majd vezet egy kocsit valamikor, még egyelőre mondjuk nincs rá szükségem szerintem. Jó, van. Hol van itt a szivacs? Itt van a szivacs. Már undorítóak a falak. Majd lefestem a falat, mert ez nem tudom, hogy van, nagyon ganajéul néz ki. Bár amúgy már most drágább, mint az előzőket, szóval mondjuk fizettem érte 13 ezeret, azt mondom, az előző, csak 9-et. Az előző nagyon nagy lopás volt amúgy meg a részemről szerintem. Van még itt valami retek? Mondjuk nagyon retkes minden. Haló? Jó. Még egy valami valahol kéne legyen. Aha. Bugos volt. Bugos volt, oké, okay. Hát akkor ez van, nem baj. Nagyon szuper, nézd meg, egy ilyen kis hátcsó bejárat, meg minden hülyeség. Pali, nagyon tisztelem. Szóval. Hát ez csak ilyen egyszemélyes ágyikós lesz most, nem érdekel. Fent az emeleten lesz a lakórész. Egész kis korrekt lesz szerintem. Ide berakjuk. Amúgy hülye, még rendes jó is, hogy ilyet kaptam, hát oda pont befér. Hát menjél már. Ó, hát ez ilyen 10x10 nagyon démon kategóriás izé lesz, lakás lesz. Na, a nagy pályás apukám. Ez ide. Nem is tudom hol, valami előre. Hagy hallják a szomszédok is. Ó, yes. Ó, igen, baby. Ezt már szeretem. Itt az ilyen nappali lesz elől. Kéne valami menő szék is. Hát egyelőre csak ezt a széket vágom oda, most nem, nincsen más, sajnos. Nagyon béna szék, ilyen faszék kéne ide amúgy, meg az a menő. Amúgy. Kéne egy ilyen... Ez... Az a baj... Hát nem tudom, hogy legyen. Hogy legyen. Hogy kéne, hogy legyen. Legyen ide, rakjuk ide. Ez egy vagány. És itt ilyen nagyon kis ilyen boss iroda lesz itt, mindjárt itt fent. Igen, a számesztógép. Nagy pénzek, ebbe van a nagy pénz, ebbe van a nagy pénz. Haló? Hova jövök? Kérdője? Oké. Okay. Majd lefestem, mindjárt egyébként undorítóan néz ki ez a ház. Vagy így kell, ugye? Így. Jaja. Ááá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 á
Jó, ezt meg, ezt is felvisszük, majd ide lent mindjárt rakok valahova egy tévét, vagy nem tudom. Aha, már tudom, hogy, ó, már tudom, hogy fog kinézni ez a kecó. Nagyon-nagyon menő lesz, nagyon-nagyon menő lesz. Hát elég szerény az az egy darab ágy ott egyébként, de hát most ez van, érted, kit érdekel. Legalább tud aludni a faszim, érted? Nem az a lényeg, nem azon van a hangsúly. Szóval, ez mi? Ja, ez a rádió. Aha, hát erre még egyelőre nincsen szükség szerintem, ezt itt hagyom. De ilyen nagy menő kerekasztal. Ez az itt hátul ilyen kis kajálós rész. Fasza. Majd rakok oda székeket, elgesz, ha lesz hely még. Igen. Ezt ide rakom. És erre rakom a tévét mindjárt. Ez amúgy egy ilyen... Az a baj, ez egy konyhai cucc. Szóval nem... mindegy. Az a baj, ez egy konyhai bútor. Szóval egy eléggé hülyén néz ki ott. Szóval inkább berakom ide. Pali, nem áll. Hát figyelj, nagyon szed, nagyon szomorúan fog kinézni most ez így, de... Egyelőre ide kell, hogy rakjam a tévét. Muszáj, nem akarom vezetni, bocsi. Aztán meg szembe ragok vele egyet. Hát ez most nagyon bénám fog kinézni egyelőre, de hát most... Most ez van. Most így fogják a tévét nézni. Ó, nagyon proli, nagyon proli. Vár csak, aha, ez szerintem felrakjuk. Van még egy csomó hely amúgy is. Hát most, hogy ezt hogy tököm be, azt nem igazán tudom. Így, jó, lehetőleg szembe. Légy szíves. Oké, okay. Hát ilyen furán van megoldva, de legalább meg van oldva, én azt mondom. Kezd el kifogyni. Mondjuk még vissza kell mennem szerintem. De azt majd inkább hónap reggel. Ez, hát legyen ide a sarokba, amúgy is elég sötét van itt. Akkor még van azt hiszem ez, meg ezek a hülyeségek, mit vannak ezek, nem igazán tudok mit csinálni. Ezt rá tudom ide fel tudom rakni? Nem, szed. Ó, azért nagyon béna lesz, akkor mindegy, ide rakom, jó? Van egy csomó helyem szerintem, ezt berakom a konyhába. Ezt a kis rádiót, ez tök menő lenne itt szerintem. Királyság. És akkor még ami van szerintem az egy növény már csak, ugye? Hát a növényekkel kitalálom a seggemet szerintem. Nem tudom a végtelenség rendezni a házakat, az a baj. De nem baj. Még 6 darab bútor fér bele. Hát nem tudom, van ott, ott van egy... Á, figyelj! Jó van, akkor megcsináljuk. Hazamegyünk kocsival úgyis. Hogy? Hazamegyünk most úgyis kocsival. Aztán majd szerintem azt fogom csinálni, hogy másnap kihozzuk a maradék bútort. Még ami kell nekem, az kell egy ilyen éjjeli szekrényszerűség, mert rá tudom rakni majd a tévét. Nagyon cringe, hogy ez kinéz most jelenleg. Jó van. Szavasz nő. Aha, nyomjad, csináld csak, azaz. Úgy. Jó csinálod. Nem férek ide melléd? Nem? Kár érte. Bizony, Isten hozott. Hogy lehetnék rossz, ha veled vagyok? Jaj, hallod, rendes? Elolvadok itt mindjárt, Pali. Na, mi van a fejedben? Ó, megint szexelünk? Igen. Na most ugye a probléma az nekem, hogy nem akartam csak lefeküdni vele, amit olyan szinten, hogy csak az ágyba aludni. De hát nem ez lesz belőle, ha megint gyerek lesz. Figyeld. Most nem. Hála Istenek. Csak ne legyen gyerek, légy szíves. Könyörgöm. Jó. Minusz 13 ezer. Jó van, túléljük szerintem. Szia fiam, hogy vagy? 0%-os a család? Jól. És te? Jól, szia. Mi ez? Hát 0%. Már megint van egy gyerekem, baszod. Nem is remel, komolyan mondom. Hú, hát mi legyen neved? Jani.
Az a baj, én nem tudom a gyereknek a nevét. Legyen ilyen Jordan. Legyen az a baj, hogy Jordan az ilyen gender neutral név. Aztán most lehet fiú is, meg lány is. Ó, de nagyon elegem van ez egyébként, meg ezekből a gyerekekből. 0%-os a családom. Figyelj már amúgy meg. Csökülök. Tévézzünk. Ne fingjon már a gyerek. Nézzünk. Kid King Moves. Aha, figyeled, Pali. Aha, nagyon érdekes. Szuper, na menjünk innen a rákomba. Hát, elég kellemetlen, azt kell mondjam, de hát ez van. Ilyen is kell néha. Menj már rákba! Te csóró csöves. Na, felpakolok a platóra. Aztán megyünk tovább. Jó van úgy. Hát ez nem a legnagyobb izé. Konténer volt, amit láttam, szóval szerintem elmegyek megint ide. Aztán vennem kell most, jó napot biztos úr. Aztán vennem kell most egy-két asztalt szerintem, mert nagyon gyérgyepár, ahogy itt kinézünk. Hello. Majdnem neki mentem. Hoppá. Most el kell kezdeni fékezni, mert mire odaérek, Pali. Jó. Na, Yuki House. Szevasz. Hello, Anna. Figyeljél már. Új bútort kérek. Szépen. Hú, de kemény cuccok vannak. Veszek egy hűtőt. Fotel, ágy, egyéb. Az egyébben mik vannak? Ezek. Oké. Kéne nekem egy... Legyen egy sütő. Legyen egy hűtő. A mikró nem kell, nem érdekel most ez egyelőre. Meg egy ilyen kis azt... Hát nem tudom, ilyen szekrényszerűség. Szerintem ez jó lesz amúgy meg. Meg egy ilyen fotel, ami nem néz ki ilyen full kreténül. Kéne egy ilyen... Aha, ezt megvesszük, majd mennyire mutatom miért. Meg kell egy fotel, nincs szék. Hol van? Fotel itt van. Legyen ez, kinda kényelmesnek is tűnik. Egyéb. Mik vannak az egyébben? Még hagyd nézzem azt. Hát... Semmi extra. Ez micsoda? Ez a mikro. Ez nagyon menőn néz ki. Oké. Szerintem egyébként meg úgy nagyjából meg vagyok. Oh shit, várjátok csak.